Egy erős és nagyon tartalmas önkormányzati helyhatósági választási kampány után vagyunk, és meg szeretnénk köszönni elsősorban Hargita megye lakosságának, hogy arra adta le a voksát, hogy legyen folytatás, hogy a magyar-magyar együttműködésben tovább építkezzen Hargita megye tanácsa. Hisszük azt, hogy Kárpát-medence legnagyobb magyar többségű közigazgatási egységében, megyében, amely a Magyarország határain kívül van, ez a munka különös fontossággal bír. És jó példákkal kell járni elől, segíteni kell azokon, akik netalán nehezebben tudják megoldani a gondjaikat, és ebben a munkában mindig is nagyon nagy fontossággal bírt az, hogy vannak-e barátaink, vannak-e szövetségeseink. Én meg szeretném köszönni Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes úrnak, Potápi Árpád államtitkár úrnak, a magyar kormány többi tagjainak, akik kifejezték szolidaritásukat és együttműködésüket a tekintetben, hogy a magyar-magyar együttműködésben egy szoros közigazgatási együttműködésre is szükség van. De én meg szeretném köszönni a parlamentereknek, azoknak az országgyűlési képviselőknek, akik üzenetet küldtek, akik jelezték, akik mondták, hogy ott vannak mellettünk, és bíztattak abban, hogy az együttműködésnél eredményesebb eszköz nincs a magyar-magyar kapcsolatokban. Meg szeretném köszönni azoknak a miniszteri vagy kormányfői biztosoknak, akik ugyancsak jelezték számunkra, hogy a jövőt érdemes együtt tervezni. És külön meg szeretném köszönni a testvérmegyeink elnökeinek, akik vállalták a szolidaritást, vállalták a kiállást, és hisszük azt, hogy a Hargita megyei magyar emberek számára ez biztatólag tudott hatni, és az optimizmus, és hát a bizakodás jegyében a közös magyar-magyar jövőképre gondolhattak ezáltal is. Én hiszem azt, hogy mindig mi magyar emberek csak egymásra számíthatunk. Nem számíthatunk Bukarestre, nem számíthatunk Brüsszelre. Mind a két helyen tudjuk befolyásolni a döntéseket. Én személy szerint is jó néhány magyarországi közgyűlési elnök kollégámmal, vagy alelnök kollégámmal együtt tesszük ezt a dolgot, de ott csak befolyásolni lehet. Ellenben én hiszem azt, hogy ha mi egymásra számíthatunk, ha egymásnak kezet tudunk nyújtani, akkor tudunk gondolkodni a gyarapodásban, tudunk gondolkozni az erdélyi, székelyföldi, Hargita megyei magyar családoknak a bővülésében, a gyerekvállalásban és egy pozitív jövőképpen. Ebben a munkában most önök segítettek. Még egyszer fogjuk kérni, megint segítsenek december 6-án, amikor nagyon fontos, hogy a parlamenti választáson hasonló módon jól szerepeljünk. És kérem, hogy továbbra is tartsák meg, hogy csak az egységes magyar, erdélyi magyar politikumnak van esélye Bukarestben, ahogy láthatjuk, hogy csak az egységes magyar politikumnak van esélye Brüsszelben. Becsületes és szemtől szemben való politizálásra van szükség továbbra is, és ebben az RMDSZ az egyetlen lehetséges szereplő. Legalábbis Erdélyben. De azt is el tudom mondani, hogy közeleg 2022, és úgy, ahogy most mi számíthattunk önökre, én személy szerint számíthattam önökre, úgy Hargita megye kettős állampolgára is számíthatnak. És ebben együtt fogunk dolgozni. És függetlenül mit fog mondani a bal liberális ellenzék, a szélső liberálisok, mert ők nem a közösséget építik, ők nem a nemzetet építik, ők rombolják. Ők kiszolgálják a multinacionális cégeknek, a nemzetközi érdekeknek, és mi nem ebben a Magyarországban, nem ebben a Kárpát-medencében hiszünk. Én kettős állampolgár vagyok. Van kötelességem itt is, és van kötelességem ott is. Itthon vagyok itt, és otthon vagyok ott. És erre kérem mindenkit, hogy ezt az érzést adjuk meg minél több Hargita megyei és minél több magyarországi embernek, hogy mindenki mindenhol otthon is és itthon is érezze magát. Ebben kérem az önök közreműködését és a segítségét, és még egyszer meg szeretném köszönni, hogy mondom, számomra nagyon nagy dolog volt az, amit megtettek, és csapatom számára, és higgyék el rajtunk keresztül a Hargita megyei magyar emberek számára is. A viszontlátásra, és minél hamarabb a magyar-magyar közös sikereket tudjuk tovább folytatni. Viszontlátásra!